Na, itt ülünk az Opel Amperába, ami gyakorlatilag ugyanazzal az akkumulátorral, hogy hasonló. Már cserélt akkumulátor. Cserélt akkumulátoros, 64 kWh ez is. Hány százalékon vagyunk? Azt nem tudjuk így. Itt ja, nem írja ki. Aha. Kijelzett érték. Ugye az 366, és akkor... Ő 366 kilométer tud megtenni, de van egy max 431 is, akkor az mi? Hogy annyit is meg tudtam? Igen, hát ez egy... Minimum 300, és maximum 431, ez nagyon érdekes. Jó poén. Mekkora kijelzője van ennek, ez nagyon érdekes. Jó kis járgány ez. Jó egyébként. Tetszik. És nagy benne a hely is itt a lábodnál, nem? Nagyobb, mint a konában. Hát, olyasmi, igen. Forma, a forma. Van benne, ez egy kormányfűtés, be is van kapcsolva. Hát igen, mondjuk ez a A-oszlop viszont így, hogy ilyen érdekes, ez nehezen lehet kilátni, nem? Hát ez érdekes. És mennyit futott? 76.400 kilométert. És akkor most rákapcsolod Bluetooth-szal, vagy megállapítsuk, hogy mennyi százalékon benne. Uh-huh. Itt az ülésfűtést itt kell állítani. Érdekes, hogy nagy kijelző, igen. Igen, meg ez a döntött kijelző, ez nem rossz. Ez illatosító akar lenni? Ez a gázrózsa? Nem, igazából ezt így hirdették a Facebookon, hogy így páratlanításba segít, de nem igazából. Nem úgy néz ki. Nem. Mert egyébként hiába fűtesz, akkor is párásodik? Hát akkor nem annyira, de... De hajlamos. Igen. Az Opelek egyébként igen. Érdekes, hogy hajlamosak. Elég gyorsan be tud párásodni. Igen. És milyen árban volt ez a járgány? Hát akkor 10 millió. Volt, hát most már lentebb. Ja, hogy akkor vetted, amikor én is, amikor jó magasan voltak hát az ára. Hát ilyen, még utána volt egy kicsit magasabban, de én már úgy vettem, hogy cserélt volt benne az aksúlyos osztályban Németországból. Tehát aha. Nem kellett vele foglalkoznom, hanem... És mennyi kilométer van azóta, mióta ki volt cserélve az aksúly? Hát egy olyan 25 ezer. Aha, az jó. Na, itt vagyunk, mehet Latvia. Na, nézzük akkor az adatokat. Akkor most a State of Charge, akkor ez a valós, 96 a kijelzett, és 91-e. Uh-huh. A valós százalék, az érdekes, hogy ekkora különbség van. Még nagyobb különbség van, mint a Konánál. Igen, csak itt ugye nem igazán jelzi úgy ki, azt beszéltük, hogy... De ez egy hülyeség, hogy nem jelzi ki, hogy hány százalékon vagyunk, basszus. Nem is értem, mert az, hogy most kiírja, hogy 300-tól 431 km a hatótávolságot, ezt tudjuk, hát hogy... Hát én 5%-onként látod, ugye ez a zöld sávok, hogy tűnnek el. Igen, De ugye az 5 akkor tűnik el az első, hogyha 95%-ra megy. Na most akkor meddig töltsük a miénket? Hát gyakorlatilag 90. 90-ig? 1%-ig. Aha. Mert akkor utána elmegyünk Miskolcig, és akkor megnézzük az etapon. És akkor ebben most ez is jó, mert ezt is írja itt, hogy a usable energy, tehát 61 kWh van benne. 60,89, és érdekes a cserélt akkumulátoros ampéreknél látjuk, hogy van, amikor a csere után egészen 67 kWh is hát lehet. Hát 68-at mutatott az elején. Igen. És 68-at mutatott? És beáll így szépen. Ez 63,38. Aha. Jó, ugye ez lenne a teljes, hogyha teljesen fel lenne töltve? Igen, ez az estimated battery capacity, tehát gyakorlatilag 64-ből ennyi van meg. Igen, ezek azt mondják, így, ahogy számolgattuk, hogy ez 71 kWh bruttóban, nem is 68, amik mondanak rá, hogy 67 egész. Hát egyébként 68 az a kommunikált érték. Most ebből látható, ezt nem értem, hogy ez miért nem frissítik, vagy ezt a menüt miért nem, egy frissítésnél miért nem írja újra, hiszen itt kellene lássuk azt, hogy hány százalékon vagyunk, mert kalkulálgatni. Hát igen. De a végén sem írja, csak a megtehető hatótávot. És elég sokat fogyaszt egyébként, egy kilowattot fogyaszt így álló helyzetben. Hát most mindenki van kapcsolva. Hát az ülésfűtésünk megy, kapcsoljuk, kinézzük meg, hogy ez mit mutat. Vagy ez lehet, hogy csak kerekíti akkor egy kilowattra. Az csak kerekítés, igen, onnan akkor indul, majd meglátjuk. És az általános fogyasztás vagy tapasztalat az milyen időben, ilyen 16-17? Hát igen. Látom 16,8. Aha. Hát nyáron 400-500 km között el lehet menni vele. Itt van a cellafeszültség. Autópán talán nem. Érdekes, elég nagy eltérések vannak. Tehát ennek a BMS-e, mint hogyha nem olyan lenne, mint a Konáé. Tehát itt azért vannak közte igen, vannak nagy közte különbségek. Nem látszik. Tehát ilyen... Ez ugye még 22-ben volt cserélve. Aha, ja, hogy egy éve volt cserélve. Mondjuk az is számít egyébként az év is. Igen. Nem is a kilométer, hanem inkább a
az eltelt idő az, ami sokat... Hát ez valójában ezek nüansznyi különbségek, de azért valóban van. Igen, tehát ahhoz képest, hogy a Konánál ott ugye nulla, igen. ahhoz képest más is. Power available. Tehát 1594 wattot fogyaszt most. Ez uh-huh. érdekes. Az elég soknak tűnik nekem. Igyekszünk akkor. Nyilván most nem lehet 130-al valószínűleg szakadó esőben, de megyünk. De mindegy, ha ti majd Miskolcon töltötök, tehát majd valószínűleg akkor érkezem, amikor már ti befejeztétek a töltéseteket. Így van, tehát mi odáig elmegyünk, megnézzük a fogyasztást, az ugyanígy megnézzük applikációval, és kiderül a különbség. Jó, de az a lényeg, hogy ez egy ugye aspiránsok összevetése, mert ez egy... Egyébként azonos... tetszik, jó, a kis cuki a belsője, meg minden, tehát... Igen. Te miért ezt választottad egyébként, miért nem a Konát annak idején? Igazából, nem is tudom, ez úgy valamiért úgy erre. Aztán ez jobban is. Tetszett. Aha, egy külsőre talán. Annyira nem merültem bele egyébként. Egyébként ez így ilyen nagyobbnak tűnik a tér. Mondjuk itt nagyobb a tér egyébként az utas, az anyós ülésen. Igen, olyan kis. Csak egy dolog van, ami nekem, illetve összeszoktuk vetni ugye a két típust, és egyrészt az ülőlapnak a ez rövidebb, hossza, igen, rövidebb. Hosszú távon nekem nem kicsit kényelmetlen. Kényelmetlen, igen, rövid ez az ülőlap része. Uh-huh. Illetve a másik a DC töltési maximum, ugye ennek 55 kW, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ugye mi a másik vetülete, hogy milyen töltési görbeszakadások vannak, tehát mennyi a maximum, mikor ejti le, és, és ezek a dolgok, hogy hogyan mutatkozik ez meg, hiszen a két típus, ha összevetjük, akkor nagyon sokan, ugye ez olcsóbb most már, a Kona is beesett egy olyan élhető sávba, és gyakorlatilag a kettő között nagyon sokan hezitálnak, hogy melyiket vegyék, hiszen ezek is jönnek így be 100-150 ezer kilométerrel, és azt látjuk, hogy nem a megtett kilométer a releváns, hanem hogyha kicserélték az akkumulátort, akkor meg főleg egy jó választás lehet. Igazából itt a szerviz, háttér, meg a gyakorlati tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy ez is országosan egy jól használható modell. Felszereltségben olyan azokat tudják egyébként? Tehát, hogy van benne keresztforgalomfigyelés, önvezetés? Hát ez a jól felszerelt, mert ebből ugye van egy alacsony felszereltségi szintű, de ez úgy látom, hogy ez jól felszerelt, de nem olyan az önvezető rendszere, tehát nem tud. Ilyen sávban maradni nem tud? Hyundai Smart Sensor. Tud sáv, tehát sávtartó az van benne, ugye? Hát igen, éreztem, hogy a kormány rántja vissza, de én nem használtam, tehát igazából nem. Van benne, csak egy kicsit úgy pingpongozik a sáv között, az szokott még a tapasztalat lenni, de inkább ez választja meg azt a vevőközönséget, itt az ülőlap, a helykínálat, nem mint akkor nagy lenne, de ugye ez egy eleve úgy kezdődött ennek a modellnek a története, hogy leadtak rá nagyon sok megrendelést a nyugati országban, aztán szólt a gyártó, hogy még fizessetek rá mondjuk 5000 eurót, mert közben megnőtt a gyártási költség, azért ez eddig visszás volt, és akkor sokan vissza is mondták, de emlékszem az első magyarországi tulajdonos, aki külföldről hozta be, ő 15 millió forint körül vette is. Oh. Ez ugye már akkor is egy 57 kWh-s nettó kapacitású autó volt, gyakorlatilag az amerikai változatnak az európai kivitele, és átlagon felül csak a Teslának volt ekkora a kapacitása. És most már beesett egy olyan ásába, és látjuk azt, hogy Nyugat-Európában most már ezeket lecserélik, a korszerűbb autókra, viszont mindig van egy másodpiac virágzása, és szerintem itthon nagyon soknak jó. Ezt, igen, látom, nulla, és akkor ki is kapcsoljuk, hogy nem. Ja, mert ez watt per kilométer per wattórával. De azt nem lehet átállítani, kilométert nem lehet. Aha. Ez még akkor szerintem még fogyasztásra fogunk tudni nézni. Hát dehogy nem, mert ez mutatja, hogy hány kilométert tudsz megtenni egy kilowattórával. Így van. Abból ki lehet számolni, illetve majd megnézzük applikációval is. Majd itt 2,7 kilowattos a fogyasztás. Akkor itt végül is mutatta. Ja, hogy annyit evett meg a 16,9. Akkor most mondjuk újraindítás után, akkor majd le kell állítanunk, és majd ez gyorsan elcsípni a mezőkövesden, hogy mennyi. Vagy azt akkor majd te lefényképezünk. Lefotózom, persze. Na, 91%-on vagyok, 93-at ír az autó, és akkor mutatjuk, hogy kell lecsatlakoztatni, tehát meg kell nyomni a gombot, erre vigyázzatok. Elengedte? Elengedte. Szuper. Na.
ebből nem rásztom ki. Húzzunk, hogy jöjjenek a teszlások. No, nézzük is, 416 kilométert ír ki nekem, ugye ráadom a fűtést, és megnézzük, hogy akkor mennyi lesz. Így pedig 410 kilométer a megtehető hatótávolságom. Megnézzük Jimmynek is, hogy mennyi. Beállok ide az ampera mellé, hogy már indulásra készen legyünk. És már jön Jimmy is, mehetünk is. Hányszorosak? 17-es? No, most az lesz, hogy ők mennek, amennyivel tudnak. Hát úgy terveztük, hogy 130-al fognak menni, de itt szerintem 110-120 max. Tettem el a gödöllői elágazást. Itt járunk most a Agati pihenőnél. Aha. Akkor ti előrébb vagytok valamivel. Ti már túl vagytok a lejtőn akkor. Na, én 84-jel jövök most itt a... És ja, nekem 18 fél, de hát még nem vagyok túl a lejtőn, és az emelkedőn, tehát majd az emelkedőn följebb megy a fogyasztásom nyilván. Ugye most konferencia beszélgetésben vagyunk a fiúkkal, most hárman. Ők mennek egymás után, én meg egy kicsit lemaradva kisebb tempóval, meg kíváncsiak vagyunk rá, hogy mennyi lesz a fogyasztásbeli különbség. Hát most azért már 23 kWh, hát az eső közegellenállás 7 fokban. Igen, hát mondjuk az amperával ott nem fogjátok tudni, nem tudom, Tamás nem tudja megmondani, hogy mennyi a fogyasztása. Vagy meg kiszámoljuk? Hát, kiszámoljuk, de 50 kilométernél nézünk egy hatótáv, az rögzítve, a kilométer az rögzítve lett, hogy mennyire voltunk. És 392 kilométert ír hatótávnak egyébként. És a kijelzett századik jár neked? Azt mondja, a kijelzett századikom az 90, aha. 87% a valós. Nekem már 85 alatt van. 85 alatt van, tehát ura. Körülbelül igen, és 277-et ír ki így, hogy be van kapcsolva az ügyvés. A csalmét pillanatra, akkor ugye visszamegy. Hát 300 fölé, 304-et tudod így. Hogyha vizetkezik a fölött. Így van. Hát 21 fokon vagyunk, Tanya 293 kilométer nekem, tehát ugye... Nekem még 26 és... 25 és 24 fokos az action. Sőt, van még 27 fokos része is. Hát igen, a töltésnél egész jól felmentek a... Nem melegítő nyilván, tehát a... Hát még nem indult be a hűtése. Az 29 foknál indul meg. Nekem 26 és 31. Egy jobban felmelegedett, tehát neked eleve melegebb is volt, amikor indultunk. Hát eleve melegebb volt, és a töltés, a létszöltés során még emelkedett egy így. Igen, mert neked kevesebb volt egyébként a szállat, neked többet töltötte gyakorlatilag. Igen. Én most értem el a Babati pihenőt. Itt vagyunk a Babati rajtunál. Igen. Aha. Majd megnézem, hogy mennyivel vagytok, akkor előttem. Most váltott 16-ra. Most vagyunk a kilométer követ, nézzük, akkor ez a 38-as. Ó, akkor sokkal előrébb jártok, én 31-esnél járok. Na. 7 kilométerrel előrébb vagytok. Most én is 103-mal gurulok lefelé a lejtőn. Na, jó van uraim, akkor majd 50 kilométernél találkozunk. Jó, 50-nél. Köszi, sziasztok. Te már elérted az 50 kilométert? Nem, 48,2. Na, mely 39,9-nél járok. Hát ugye most már nem lesz releváns, hogy hol állunk százalékban meg ilyenek, mert ugye te előrébb vagy eleve, tehát az nem számít. Inkább a fogyasztást tudjuk csak megnézni. Mondjuk domborzat miatt lehet, hogy az sem releváns. Nekem most egyébként 16 kW az átlagfogyasztás. Már egy felvétel. Igen, igen. Fogyasztás 21,7. Én most találtam egy szélárnyékot, eddig ment 105-tel.
most 93-94-jel megyünk, tehát most kicsit belassultunk. Én most szélárnyékba megyek, és azért jól látszik, hogy jelentős a különbség. Tehát én 15-9, neked meg 21, tehát az azt jelenti, hogy 5 kWh a különbség. De sokkal hamarabb odaértek, úgy néz ki egyelőre, tehát hogyha tudtok előzgetni rendesen, és nem tart fel a forgalom, akkor jobban oda fogtok érni. Na jó, akkor meg 100 kilométernél még röviden bejelentkezünk, mert szerintem nagyon rossz lesz a hangminőség is ilyen útkiszonyok között. Hát az eső. Igen. Nektek megvan a 100 kilométer? Bőven, mi? 118. Igen. Akkor nektek 115, nekem 96 kilométert, tehát ti a mezőkövesdi kihajtón 118. Akkor sokkal előrébb jártok. 119. 25 kilométerrel előrébb vagytok. 25, igen. Jó, hát nekem a fogyasztásom az, ami reményteli, tehát nekem 15,4, nektek mennyi? Nekem 22,2. Jó, igen, és akkor én még nem értem el a 100 kilométert. Jó, hát majd kíváncsi lesz, nekem még 317 kilométert ír megtehető hatótávnak, 74%-ot mutat maga az autó. Aha, ez a... Amperábot, hogy hogy állsz? Hát a 45% környékén van. 45? Az nagyon durva, 45%. Nekem 55. Neked 55? Hát akkor nagyon szarul álltok. Már mondjuk előrébb vagytok jóval. Majd megnézem én is, hogyha elérem a mezőkövesdét. Nagyon gyorsabban is megyek. Jó vagy gyorsabban, igen. Igen, én most 92-vel megyek szélárnyékban, tehát nagyon nem minden. Hát meg 120 fölött vagy a környéket. Aha. Na kíváncsi akkor leszek. Akkor gyorsabban is, mert hogyha előzök is valaki emlőt, akkor fölgyorsítok, tehát nem. Aha, én most értem el az M25-ös elágazást, tehát még innen egy olyan durvá 20 km mezőkövesd. Igen, azért mondom, hogy szerintem még azért nem perc lesz a különbség, nem 10, hanem szerintem 20. Már 20 perc? Azt mondod? Csináltam egy olyan fejszámolást, hogy megcsíptem, hogy akkor pont 50%-kora esett le, hogy azt pontosan láttam, hogy mennyit mentem el, ugye 90%-os út, tehát az azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy 240-250 kilométert lehetne megtenni ezzel a tempóval, mennyire köszönöm, teljesen halad 90%. Tehát 250 kilométert lehetne az amperával. Hát szerintem a Kona az bőven tudja elni tempónál 300 kilométert lazán szerintem. Hát 300. Hát én tegnap mentem egyet, azt mondtam, hogy 320 kilométer, 110 kilométer per órában, de nem esett, nem fújt a szél. Aha. Nem is kell. Hát szerintem akkor az ampera is menne a 280-300 között, gondolom, hát most egy 10%-ot biztos 15-öt jelent. Igen, már a sebesség is, meg az időjárás is. Igen, én is meg. Jó, hát most már egy mezőkeresztesi kiállat. Hát én még nem értem el a füzesabonyit sem. Hát ez lassan jár. Én lassan járok, de ti értek tovább. Mi hamarabb köszönöm kell tölteni, minden jól megy. Így van, így van. De majd behozlak benneteket, mert nekem kevesebbet kell majd tölteni. De hát azt tudjuk, hogy háromszor gyorsabb a töltés, tehát ezzel nem nyerek semmit. Hát árban nyernék egyébként. Majd egyébként majd megnézzük, hogy Jimmynek mennyi lesz a végösszeg, ugyanannál a századéknál ki mennyi a matek. Én füzesabonyi kihajtónál vagyok most, tehát tényleg lesz egy 20 perc szerintem majd a különbség, amire odaérünk. Ez akkor lenne másabb, hogyha visszafelé mentünk volna, és mondjuk a nullás be lenne állva, akkor viszont beértelek volna valószínűleg benneteket, mire átérünk a nulláson, mert ott ilyenkor megáll a forgalom. Tehát ez most nem lesz igazán releváns ez a teszt. Itt most az lesz a relevancia benne, hogy ha jól tudtok haladni, és gyorsabban mentek, akkor mennyivel értek hamarabb oda. Ez most arra lesz bizonyíték. Majd egyszer megyünk úgyis Jimmyvel, hogyha ő is megy Pestre, meg én is, hogy be kell menni a belvárosba, hogy akkor mennyi lesz a különbség, mert ott nyilván sokkal kevesebb lesz majd a különbség. Az amperának a kihangosítójával beszélsz? Igen. Na hát azért van minőségbeli különbség.
Tehát érezhető rosszabb. Majd meghallgatottam majd a videón, hogy mekkora a különbség. Jó van, uraim, hát, akkor tovább jó utat, és akkor találkozunk Miskolcon most már. Hát még egy 20 percet ír neki. Nekem 45 percet ír. Akkor 25 percet vagyunk előrébb. Igen, igen, igen. 25, igen. Szerintem az 25. Az derék, az derék. Igen. Nos, meg is érkezett Jimmy a Osonhoz, a Tesla töltőhöz. Nekem még 27 perc. Hát jól számoltuk, hogy olyan 25 perc lesz a különbség közöttünk. Nekem még 26 kilométerre van. És akkor mondjad az értékeket, hogy állsz? Mondom az adatokat. Átlag fogyasztás 22,3 kWh. 22,3. Igen. 165 kilométer jöttünk, 38,5 százalék a kijelzett érték. A autó által ez 39, tehát fél százalék különbség. Menetidő? Menetidő? 39. És az akkumulátor szervezés 23 és 31 szervezés között. Azt a minél, akkor neked megőrizte gyakorlatilag, amivel indultál majdnem azt. Igen. Nekem 22-re már lement a 22-23 fok most. Tehát nem fog gyorsan tölteni. Neked viszont lehet, hogy gyorsan fog tölteni, akkor neked 78-ra. Mindjárt ráteszem, és akkor mindjárt jelentkezek. Jó. Egy újabb etap, amit itt van Tamás is. Na, ő is megérkezett? Jó. Oké. Igen, itt volt mögöttem. Jó, mindjárt jelentkezett, és akkor meglátjuk, hogy ott jelentkezett. Rendben. Tehát most már megszűnt a szélárnyékom, most már lejövök a M30-asra, úgyhogy innentől kezdve én is tolni fogom neki. Úgyhogy lehet, hogy nem is lesz ekkora a különbség, majd meglátjuk. Tehát 17 óra 50 körül beszéltem Jimmyvel, tehát nagyjából innen kell majd számolnunk az én időmet. Csinálunk egy megérkezési fotót, ugye 170,2 kilométert mentünk. 66 kilométer csúlyogatni. 66 kilométer maradt a amperából? Igen. Azt a begyárját neki, az elég szűk volt akkor itt a végére. 3,9 kilométer per kilowattóra. Neked mennyi maradt? Azt nem is kérdeztem tényleg a kilométeret. Nekem 39,5%. Mindjárt átmegyek a Honához, mondom a töltési, ehhez a jelenlegi akkumulátor kapcsolatban, és csak akkor rácsatlakoztatjuk ezt is. Igen, meg kíváncsi leszek, hogy a tiéd az tölti-e majd 78-al vagy 80-al. Most mondom, hogy mennyire eltölt. 57 kW jelenleg, és rátesszük a Tamásét, és megnézzük, hogy hogy kezdi a töltést. Nos, akkor itt vagyunk a kis ampérával. Hát ugye a Björn mester híres szlogenje a töltőportok elhelyezkedésével kapcsolatosan beigazódott, hiszen itt nem tudunk beállni úgy a határoló miatt, hogy jó legyen, tehát ugye elég fel kell állni a határolón is túl, és az már nagyon közel van, de egy oldalt így nagyon jó, tehát így állunk párhuzamosan a töltőkkel, és 25%-ról indult a kis ampere. Itt most 37 kW-os töltési maximumnál járunk, a Kona az 39,5%, hát ott ugye rögzítettük Lacival a különbséget. A töltési maximum annyit, hogy az előbb én ránéztem, és 52%-on volt a Kona, és 82 kW-tal töltött. Most az a kérdés, hogy itt mikor fog elérni egy nagyobb értéket a kijelzett 37 kW-nál, hiszen a ampérejének 55 a töltési maximum. Azt látjuk, hogy a téli és a nyári használat között releváns különbség van a ampérejeknél, ezt többen meg is énekelték, hogy leesik jobban a hatótáv, viszont nyáron meg kiválóan használtam olyan értékeket hoz, hogy tényleg meglepő, hogy milyen jól tud fogyasztani, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy megy
följebb ez a töltési maximum, DC töltési maximum. Egyébként érdekes, hogy elkezdte ugye 50 kW-t, aztán szépen vissza esett ide erre 36-37-re, és most azon leszünk majd, hogy megnézzük, hogy melyik az akkumulátor töltöttségi szint, ahol följebb engedi, és mennyi a maximum. No, akkor itt vagyunk megint, és akkor már most 44 kW a töltési teljesítmény. Megnéztük az akkumulátor felhőmérsékletet, és az 20 és 23 Celsius fok között. Nos, akkor itt vagyunk megint, 20 percet töltünk, 18-4 perckor kezdtük a töltés 25%-ról, most vagyunk az applikáció szerint 49%-on, 15,3 kWh-t vett fel, és gyakorlatilag az applikáció szerint 46 kW-tal, a műszerfali egység szerint pedig 43-44-jel töltünk, és megnéztük közben az akkumulátor, ehhez tartozó akkumulátor felhőmérsékleteket, és 25 Celsius fokot most érte el, előtte 21-22 Celsius fokra indultunk, és utána kúszott fel 24-re, és most 25 Celsius fok. Hát reménykedünk benne, hogy a 25 Celsius fokos határ ennél is megjelenik, illetve töltési teljesítményben, de Tamás nyáron fotózott 52 kW, most van 50. Igen, tehát 21 perc kellett az 50% eléréséhez, 25%-ról, tehát gyakorlatilag 21 perc alatt töltött fel 50%-ig, de a töltési görbében nem látunk igazából változást, annyi, hogy 36-tal, 7-tel indultunk, és most 43-44. A 25 Celsius fokos akkucellő hőmérséket ellenére nem látunk nagyobbat, nyáron viszont 52,7. Na, 7 percre vagyok a fiúktól, és most sikerült nekik elindítani az amperát, tehát hogy nem lesz sok különbség a kettőnk között, tehát nem sokkal hamarabb tudták megkezdeni a töltést, és hát ugye akarok menni az Ecofamily-be, tehát hogy ne céltalan legyen ez az egész utunk, úgyhogy ugye ott bementem az Osamba, ott is vásároltam, Budapesten a Fóton, meg itt most az Ecofamily-be szeretnék bemenni, ami 8 óráig van nyitva, úgyhogy meglátjuk, hogy ráteszem-e töltőre, de valószínűleg az lesz, hogy először gyorsan elszaladok, bevásárolok, és aztán visszamegyek a fiúkhoz, és utána fogom tölteni, hogy addig is a Teslák tudjanak tölteni, addigra meg már Jimmy befejezés, akkor mehet tovább Debrecenbe. No, hát közben meg is érkeztem ide a Tesla töltőhöz. Itt vannak a fiúk, és 2 óra 1 perc volt a menetidőm, tehát 22 perccel volt több, mint a Jimmy-éknek. Na, hogy álltok, fiúk? Ugyanúgy, most 42. De most akkor nem a képernyő felvételre megy, mert hát ez nem látszik. A videót, csak ja, valami csinálta. Van az OBD-vel. Mennyivel tölt most? 40. 40-nál tölt? Hú, a tiéd meg nyomja 80, mert hallom, hogy megy a hőszivattyú a tiédbe. Nyitva van? Jön nyitva? Na nézzük, mennyivel tölt a Jimmy. Á, már csak 61-el tölt. 64%-on jár. 61-el tölt, de az is jó, hogy hagyd töltsön. Na jó, én megyek vásárolni, aztán visszajövök hozzátok. No, itt a nagy kapkodásban én is felejtettem az én idejömet regisztrálni, ugye 2 óra 1 perc volt, tehát most az átlagsebesség számításnál 2 óra 1 perccel számoljatok. 165 km-t tettem meg 15,3-as átlagfogyasztással, 59%-on maradt, 252 km még a megtehető hatótávolságom, és akkor nézzünk is rá, 21 és 22 fokos jelenleg a hőmérséket, és 57,5% maradt a BMS szerint az aksiban. Na, 55 kW-tal tölti, 59%-ról indulunk, 23 perc lenne 80%-ig, 2 óra lesz 100%-ig. Addig az Osamba vásárolunk majd. Azt mondja, 22 fokos az akkuhőmérséklet. Hát ez a 25-öt, ha eléri, akkor még bár nem 60%, mert nem fog tölteni 80-nal nekem, úgyhogy az esélytelen. De nekem 52%-nál 81. Nos, szerencsére itt a miskolci Teslánál szinte senki sincs. Így tudtunk beállni vele az autóba, mert sajnos másképp nem lehet, tehát nem ér el. Meg is nézzük a töltőkábelt, hogy ez a
miért is volt így fontos, ugyanis az Amperának itt elő van a töltőkábele, tehát azért ezt kicsit átgondolhatta volna, azt gondolom a Tesla, hogy hogy lehetne átalakítani itt ezeket, például elbontani néhányat a nem teszlásoknak, vagy hogy közelebb lehessen állni. Szerinted, Jimmy, hogyha ellene bontva már, akkor elért volna? Pontosan ezt akartam mondani, hogy a székesfehérvári töltőn, például ezek a határolók már nincsenek meg, ezek le vannak bontva, és be tudsz állni gyakorlatilag a töltő melletti sávba, tehát nincsenek ezek, nincs, nem ilyen a szerkezet, hanem be tudsz mellé állni, tehát egy ilyen autóval is nyugodtan beállhatnál egy ilyen felfestett sávba, aha, és mellette gyönyörűen elférne. Na üljünk be és beszéljük meg, mert most már másodjára kellett elindítanotok a töltést. Így van, akkor mondjuk a adatokat. Visszaesett a töltés? Hát, honnan esett vissza a 33-ra? 43-ra. Ne vicceljél! 43-ra visszaesett. Így és akkor mondod. 33-ra, én megy. Elkezdte 50 kW-tal bekalibrált, és aztán visszaesett erre a 34 kW-os töltési, DC töltési maximum, ezt itt lehet látni, 36, 34, valahogy így váltakozott. Ja, el akarta indítani az akkuhűtést? Valószínűleg igen, utána úgy változott, hogy fölment 21-24, és amikor megállt ez az 57%, akkor volt 27 Celsius fok az akkumulátor tellőhőmérséket, mert hogy megállt a töltésünk. Aha, aha. Hát valamiért megállt, és tehát 80%-on volt a Kona töltési százaléka, amikor itt megállt 57%-nál, tehát azt néztük, hogy 14%-kal kevesebb töltöttséggel ért ide az Ampere-el, mint a Kona, és a töltési százalékban pedig 57-nél állt meg, és ott járt 80-nál a Kona. És most 66,5%. 66%-nál jár, és a tiéd meg már bőven 80 fölött jár. Már 92%-nál. 92%-nál jár. És te mennyivel ért ide? 39%? 39,5%. Aha, és Tamás? 25. Tehát egy 10% különbség volt a között is. Hát nem, mert 39 és 25, 14. De 14% volt. Tehát én, aki később érkeztem, lehet, hogy hamarabb végzek, mint te. Igen, most nyilván nem azért nézzük ezt, hogy... Persze, nem fikázni akarjuk ezt. Sőt, én annak örültem volna egyébként jobban, hogyha ez egy jó töltési görbével van, mert akkor vettem volna én is egy amperát. Igen, csak az a helyzet, hogy ugye a hiába LG akkumulátor, itt látszik, hogy battery condition, és látod 28-29 hogy felmelegedett. És 21-nél. Na várj, és ennek az autónak van akkuhűtése? Akkumulátor hűtése persze van temperálása, van. De nem is az a lényeg, hanem hogy mivel LG akkumulátor kerül ebbe is, az 25 Celsius foktól indul ugye a töltés. Aha, és ezt, na de miért nem csinálja? Nem tudom, hát ezt néztük, hogy hát most de még csak 31-et töltött, de ez nem is értem. Tehát. Most már lefelé megy, és lefelé, 40, 46 volt a csúcs ugye az applikáció szerint. Igen. De ezt nem értem, tehát most kéne fölvenni neki legalább 60-ra. De csak de nyáron... Ez mennyivel tud maximum tölteni? 55. Jó, hogy 55-tel tud. Aha. 50, nyáron Tamás látott 52,7-et, ugye? Igen. Amit el tudtam fotózni. Tehát... Az egy 90-es töltőn volt, ugye? Ah, oda durva. Az egy 90-es. Hát nyilván itt most, hogy a Tesla töltő hogyan kommunikál az adott autóval, az, hogy 57%-nál megállt. Ja, lehet, hogy nem is ismeri annyira az amperát. Ugye többen panaszkodtak rá. Voltaknak lehet, igen. Igen, hogy megállt valamiért. De az tűnik ugye a legvalószínűbbnek, hogy a téli időszakban lehet, hogy ennek az akkuszegmensnek egy nagyobb akkumulátor cellőhőmérséklet szükséges ahhoz, már most ugye 29 foknál vagyunk, de nem gondolom, itt meg már ugye csökken a töltési százalék mértet, mert már majdnem 70%-on. Na már is 66%-nál jár, és hát bizony nem jeleskedik most a Kona sem, tehát 41 kW-ra lement a töltésem, úgyhogy hát ez gáz. Mennyinél tartunk? 20-22 fokos az akkumulátor, és ez miért ennyi? Tehát ezt nem is értem. 42-vel tölti csak. No, hát Jimmynek már 93%-nál jár a autója. Nézzük meg, mennyi a ampera. Tehát a tiéd az 93%-nál jár, 10 kW-tal tölt, és ez pedig 60, 70. Majdnem 70%, és mennyivel tölt? Azt mondja, 28-al tölt. Na az enyém meg hasonló ilyen 60x%-on jár, és 41 kW-tal tölti. Tehát itt már azért nem olyan nagy a különbség. Igen.
Viszont ugye mennyivel kezdte az enyém is? 60, 60 körül kezdte. Igen, kicsit lehűlt a tiéd. Lehűlt. Az enyém 30. Most 20 pár foknál jár, igen. Igen, igen. Igen, az az érdekes, hogy így, így, itt az akkumulátor cellőmérséket szépen megy fölfelé. Még mindig megy fölfelé? Ilyen töltésnél is? 29 Celsius foknál megállt. 29 Celsius fok. 29 fokos. Aha, és ott áll, mint a cövek. Ott onnan nem megy följebb. Igen, mert szerintem nem kapcsolt be temperálást, tehát hogy hűtést. Battery coolant pump speed 2350-nel megy. Akkor mégiscsak hűti. Uh-huh. Igen, de honnan ilyenkor? Minek hűti, mikor? Aha, amikor inkább följebb kéne engednie, igen. Hát mert ennek az LG valószínűleg nem tudok rá másra gondolni, mert 25 foknál a konáé megindul, tudod? Aha. Az már neki jó töltési, az meg füstöl a izével. Itt vagyunk, és minek füstöl? Itt van. Hát látod már 72,5%. 72,5, na megnézem mennyi az enyém. No, 72%-nál járok itt, 46 kW-ot ír érdekes módon. 23 és 25 fok között van az akkumulátor hőmérsékleten, 46 kW-tal tölti. Na hát esik az eső folyamatosan, úgyhogy ázunk itt a nagy pusztaságban. Na, megnézte Jimmy, és mennyit is mondtál? 1690 kiló a kiloamperampére, és 1690 a kona. Tehát 10 kiló különbség van, 1680 a kona, 1690 a ampere, és 10 centi volt a különbség, ugye? Hogy igen, még annyi sem. Annyival hosszabb a kona, tehát a kona elvileg nagyobb autó, bár ennek valahogy jobb az elrendezése, és szerintem előrébb is van az első kerék is, mert mint hogyha úgy tágasabb lenne a vezetőülés. És érdekes, hogy ilyenkor is van töltés közben is szervó, tehát ez meglepő. Nem rossz, ez nekem így kényelmesebbnek tűnik, mint a kona, valahogy úgy ergonomikusabb itt minden körülöttem. És most már beérte a töltésben, tehát most már az enyém is ilyen 23-24 kW környékén tölt, ilyen 80% fölött, úgyhogy most már összeért a két autó. Tehát igazából az alsó százalékokban ott tud többet, jóval többet a kona, akár dupla annyival is tölteni. Hát a dupla az erős, de mondjuk ez 50-52 kW-tal tud tölteni, a kona pedig akár 80 kW-tal is tud tölteni a 65%-ig. Úgyhogy itt van benne némi különbség. Furcsa, hogy ilyen lapos a szélvédő, és ugye itt van az A-oszlopnál ez a külön kis betekintő nyílás, de nem van rossz. Tehát én azért elgondolkodnék rajta, hogyha egészségesen nagy az árkülönbség, és mondjuk hatótávon belül kell csak menni vele. Jó, egy picit több a fogyasztása, kisebb a hatótáv, na de nem olyan rossz. Ha hatótávon belül megyünk, akkor ez olyan mindegy. Szerintem ebbe sokkal kényelmesebb beszállni. És nem ütöttem bele a fejem sem. Nincs az ajtó. Igen, ebbe sokkal nagyobb az ajtónyílás véleményem szerint. Tehát ha valakinek ez számít, akkor inkább talán az ampere. Ez a csomagteresen volt. Ja, igen, a csomagteret, azt mondta is Tamás, hogy ezt nézzük meg feltétlenül, mert... Nézd meg, hogy... Hát igen, mondjuk... Itt van alatta. Ja, ott meg egy nagy. Tehát aha. Ha akarod, akkor ezt kiveszed, és persze, akkor még. Aha. Gyárlatom is volt benne, ez utólag lett így bele. Aha. Aha. Téve azért is ilyen. Ja igen, és akkor ezt így kell, hogy... így. Hát nem sokkal nagyobb, mint a konái azért. Azt hiszem, hogy nagyobb sokkal. Igen, jó kiállású kis járgány egyébként. Na, a Jimmy autója meg már le is lett választva a töltőről, mert most már feltöltődött. Meddig töltődött? 97-ig, vagy meddig? Hát 97 körül. Tehát be is fejeződött a töltés? Úgy állítottad le, vagy még töltött volna? Nem, 97-nél, vagy 95-nél néztem meg, és aztán egyszer csak megállt, úgyhogy már biztos, hogy elérte, meg is állt. Aha, meg is állt. Megnézem én is, nehogy itt a 400 forintos pihenési időt ki kelljen fizetni. 26 kW-tal tölti, 86%-nál jár éppen. Bár igazából senkit nem tartunk fel, de úgy gondolom, hogy most már nem töltöm tovább az autót, mert tök fölösleges 10 kW-tal szenvedni itt, hanem nem akkor megyek én is hazafelé. Igen, 25-24 fokon van az akkumulátor hőmérsékleten. Én azt gondolom, ez egy nagyon érdekes nap volt, és nagyon érdekes volt maga a teszt is. A kona az azért egészen másként viselkedik, tehát sokkal gyorsabb a töltés, másként kezeli az akkumulátort, és
egyértelmű, hogy hosszabb távokat meg lehet vele tenni. Ráadásul a fogyasztása is kedvezőbb, mint az Opel Amperái. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés. Most azért elgondolkodtatott, hogy vegyek-e esetleg egy Amperát, vagy ugye nagyon gyúrnom kellene egy Tesla Model Y-ra, az nagyon tetszik az az autó, csak ugye ilyen töltés árak mellett nem tudom, hogy érdemes-e váltani, mert így, hogy ugyanannyiért tudunk mi is tölteni havi 5000 forintért, mint a Teslák, és ugyanoda elvisz a Kona is, akkor nem biztos, hogy érdemes a Teslára áldozni azt a plusz összeget, mert azért a Teslára, ugye beszéltük éppen Jimmyvel, hogy hát nagyon kemény ajánlatok vannak, tehát ilyen milliós tétel körülbelül az évi kaszkó egy Teslára. Viszont így a legalsó limit is, tehát amit egy Tesla Model Y-nál el lehet érni, ez ilyen 600-650 ezer forint, és nekem azért a Konára ilyen 208 ezer forint volt a tavalyi évben a kaszkom, és az még magas összeg is volt, tehát lehetett volna még annál kedvezőbb is akár. Az Ioniq-nál ott ilyen 150 ezer forintból megúsztam a kaszkót és a kötelezőt együtt. A Suzuki S-Cross-ra összehasonlításképpen, hogy igaz, hogy B10-ben vagyunk bónuszosztályban, de ott ilyen 150 ezer forintból meg lehet húzni az egész évet. Tehát azt gondolom, hogy új Model Y-t vásárolni az szinte ostobaság, mert a Tesláknál a legnagyobb az értékvesztés, tehát ott akár 48% is lehet az értékvesztés aránya. Így sem volt kicsi, tehát azért én pont rosszkor vásároltam, ugye én 13 millió forintért vásároltam 4 évesen 107 ezer kilométerrel az autómat, ugye 50 ezer kilométert mentem eddig vele, kapott közben egy új akkumulátort, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, tehát ezért már megérte, viszont ugye mivel Hollandiából származik az autó, ezért nincs rajta garancia, tehát majd valószínűleg még belefutok majd egy motor csapácserébe, esetleg egy hajtómű csapácserébe, de ha ezeken túl vagyunk, akkor onnantól kezdve már nagy gond nem lehet, tehát ezt gondolom, hogy ezt érdemes rákölteni, most pedig hát nagyon-nagyon jó áron lehet konákat is vásárolni, úgyhogy ez elég szomorú, hogy én így jártam és befürödtem ezzel a dologgal, viszont azt tegyük hozzá, hogy én az Ioniqot cseréltem erre a Konára, és ugye akkor magasan voltak az Ioniq árak is, tehát azt én 8 millió forintért tudtam eladni, tehát hogyha várok, akkor annak is lejjebb esik az ára, tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy most abban a helyzetben ez egy jó döntés volt, vagy sem. Én azt gondolom, hogy jó vagy rossz döntés nincs, döntés van. Tehát nyilvánvalóan nem vagyok a magam ellensége, abban az időben azt mondták, hogy chiphiány van, nem lesz új autógyártás, az használt autóknak följebb ment az áruk, mint az új autóké volt, tehát akkor abban a helyzetben az látszott jó döntésnek, hogy hú, gyorsan akkor váltani kell egy nagyobb akkukapacitásra, mert nem lesz autó, vagy ha lesz is, akkor sokkal drágábban. Hát nem így lett. Tehát utána lefelé szárnyaltak az árak. Hát aki mondjuk bitcoinba vagy hasonlóba fekteti a pénzét, vagy mondjuk valutába, ott is vannak ilyen mély repülések és haszonszerzések. Hát jó kell tudni vásárolni, hogyha tudja az ember az infókat, a belső infókat, hogy merre fog mozdulni a piac, akkor persze egészen más a helyzet, akkor lehet jó üzleteket kifogni, hát itt most nem lehetett. Ez van. Na hát most is azért küldött bele elég rendesen, tehát 28, majdnem 29 kilowattot, ez 6664 forint. Nos, ennyi volt ez a tesztsorozat, ennyi fér bele a mai napba, ebből jó néhány rész el fog készülni, és lesz majd még folytatása is, hogyha tetszett nektek, és szeretnétek a folytatást, akkor azt írjátok meg megjegyzésben, azt is írjátok meg, hogy milyen autókat szeretnétek látni ezekben a tesztekben, mit hasonlítsunk össze mivel, vagy milyen autóról készítsünk tesztet, mert akkor olyat fogunk beszerezni, és azt fogjuk elvinni egy hosszabb időre, egy tesztkörre, megnézzük, hogy milyen tulajdonságai vannak, mi mit tapasztaltunk vele. Úgyhogy köszönjük szépen a kitartásotokat, reméljük, hogy tetszett nektek ez a videósorozat, és tudtunk vele segíteni akár a választásban, akár a mindennapi autózásban.
és így talán közelebb kerülhettetek a villanyautózás napi gyakorlatához is. És ne higgyetek el mindent, amit az interneten leírnak, tök mindegy, hogy kinek a tollából lehet azt olvasni. Inkább érdemes olyan embereket megkérdezni, akik naponta, napi szinten használnak elektromos autót, sokat használják ezeket, mert ott van az igazi tapasztalat, és ott van az igazi gyakorlat. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!